Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy ismételten nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket. A 2020 évi Szilvásváradi Nemzetközi Kutya Kiállítás sorozaton, ami jelen esetben egy nappal bővült, négy napos hosszú hétvégéről lévén szó, három nemzetközi kutya kiállításon köszöntjük Önöket, illetve negyedik napon speciális klubkiállítások, illetve egy újfajta szerveződés a tavalyi évtől működik a MEOE Szövetség keretein belül, a Magyar Kutyafajták Agility csapata, és ennek a csapatnak vasárnap az országos bajnoksága fog zajlani. Szeretném Önöknek bemutatni a mai napon közreműködő különbíró kollégákat. Egyes bírói körben a magyar pásztorkutyákat dr. Kaszás Emese fogja bírálni. Szeretettel köszöntjük! Kettes bírói körben Erdős László urat köszöntöm. Hármas bírói körben Csatári Andreát köszöntöm. A négyes bírói körben Török Tamást köszöntöm. Ötös körben Rada Istvánt. Hatos bírói körben Glázer Györgyöt köszöntöm. Hetes bírói körben Szabó Sándor urat. Nyolcas bírói körben a mai napon Harsányi Péter úr fog bírálni. A kilences bírói körben német vendégbírónkat köszöntöm, Evelyn Erler asszonyt. Tízes bírói körben Denk Csabát köszöntöm. 11-es körben Lokodi Zsolt urat köszöntöm. A 12-es körben szeretném Önöknek köszönteni és megköszönni azt, hogy elvállalta a szilvásváradi bírálatot a Kinológiai Világszövetség elnöke Jakel Tamás. 13-as bírói körben dr. Balogh Zsuzsannát köszöntöm. 14-es körben Borsfai Csabát köszöntöm. Észtországból érkezett vendégbírónk a 15-ös körben Kálvó Kriszk úr. 16-os körben Németországból érkezett vendégbírónk Dagmar Klein. 17-es bírói körben Kardos Vilmost köszöntöm. 18-as körben Szlovákiából érkezett vendégbírónk Viera Vitkovát köszöntöm. 19-es körben Bíró Zsolt urat köszöntöm. 20-as körben szintén szlovák vendégbírónk Linda Voláriková. 21-es bírói körben Gróf Szilviát köszöntöm. 22-es körben Olaszországból érkezett vendégbírónk Francesco Cocchetti. 23-as bírói körben Muzslai Ildikót köszöntöm. Kedves kiállítóink, hölgyeim és uraim, a mai napon a bírálatok 10 óra 30 perckor kezdődnek. Bízom benne, hogy minden kedves kiállítónk beért már a kiállítás területére. Szeretnék nagyon-nagyon röviden szólni a koronavírus járványjal kapcsolatos teendőkről. A mai napon már megtörtént az a hatósági ellenőrzés, ami a számunkra a rendezéshez szükséges feltételek megteremtését vizsgálta. A kiállítás területe kiemelkedő eredménnyel zárta a vizsgálatot, tehát mindent megfelelőnek találtak az ellenőrző szervek szakemberei. Arra kérem Önöket, hogy most már csak is Önökön múlik az, hogy innen mindenki egészségesen tudjon távozni a négy napos rendezvénysorozat után. Legyenek kedvesek a ringekben a maszk használatot komolyan venni. Legyenek kedvesek tartózkodni azoktól az aktusoktól, ami a ringben való
gratulációt illeti a bíró kollégák, nem fognak készfogással önökkel gratulációt osztani, egy főhajtással gratuláljunk egymásnak, és az ilyen jellegű kapcsolatteremtést most próbáljuk meg elhagyni a kiállításon. A kiállítás több területén, toaletteknél, az irodáknál ki vannak alakítva azok a pontok, ahol kézfertőtlenítést lehet végezni. Még egyszer kérem önöket, a kiállítókon önökön múlik az, hogy minden probléma nélkül lezajoljon ez a 4 nap, és mindenki egészségesen térjen haza. Mindenkinek nagyon-nagyon szép napot kívánok. 14 óra 30-tól pedig itt a díszkörben a délutáni díszprogramot el fogjuk kezdeni. Még egyszer köszönöm, hogy itt vannak. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Köszönöm szépen.